Ja, sziasztok, üdvözletem minden Harkányról. Itt vagyunk a zöld helynél. Meg az SR1-es vasbakter. Ugye itt még a fénysorompó is működik, és Dráva Szabolcs fele fogok menni. Az egy kb. 9 km-es vonalbejárás, arra fele van a vasútállomás, és arra fele kell tovább menni. És egyébként ez egy könnyű terep lesz, mert nagy részt a közút mellett megy, és egy részén még bicikliút is van. Úgyhogy lehet követni simán az egykori vasútvonalat. És itt vagyunk akkor már Harkányán, itt van a felvételi épület. Hát OSB lappal be van minden nyílászáró fedve, úgyhogy lakatlan is, meg a szolgálat sincs már régóta. És már teherforgalom se, bár a pálya az eddig járható, ugye Siklós felől. És akkor gyerünk tovább, arra fele van Dráva Szabolcs. Ugye az egykori vasútvonal, még a kiágazás is megvan. Ezt már a múltkor, amikor bejártam ezt a vonalat, akkor láttam. És ez lesz a Dráva Szabolcsi. Ugye a másik a Selje felé vezető. Hát ameddig lehet, itt megyek mellette. De ez oda fog kanyarodni az 58-as út mellé. Ha jól emlékszem a számozására. És gyakorlatilag a közút mellett megy végig Dráva Szabolcs felé. Úgyhogy remélhetőleg nem okoz gondot végigjárni. Szóval ahogy a Google Maps-en láttam, gyakorlatilag végig sima út lesz. Na, látszik itt a 62-esnek ez a része is már gazosodik. Pedig mondom, ez elvileg hivatalosan még járhatónak számít. Hát persze a valóság az nyilván más, de itt van a mellette a másik felépítmény. És ez fog majd egyenesen tovább haladni. A két vonal egymás mellett a 62-es, és a Dráva Szabolcsi. És erre és látszik, hogy ezen még a sinek is vékonyabbak. Bizony, mert ez ugye kisi sinekkel épült. Bár itt pont itt Harkány állomás környékén voltak 28 kilós sinek is, és valószínűleg ez is az. Bár ezt így mikkelezett szemmértékkel, mert most csak ez áll rendelkezésre, nem tudom megmondani. Hát innen már kicsit nehezebb lesz a terep, de nem tart ez sokáig. Már aztán kimegyünk a közút mellé. Csak addig kell valahogy kibírni. Hát a vasútvonal errefele jött, és a sinek egészen majdnem idáig meg is vannak. És itt átjött ezen az úton, ugye ezt a fentről.hu-n találtam egész jó képet, ahol látszik az átjáró, és itt ment tovább egyenesen. Ez egyébként a Zsák utca a Google térkép szerint, de szerintem gyalogosan el lehet a vasút mellett menni, itt kell tovább, és ott fog oda kanyarodni a főút fele. Úgyhogy Ady Endre utca, gyerünk tovább errefele. Igen, itt pont ment a vasúti töltés, és errefele kéne tovább menni, ott a háttérben már a főút is látszódik, csak ez... Itt ezt valahogy meg kéne kerülni. Hát lehet, hogy az lesz, hogy visszamegyek, és a főúton, mert ez máshogy nem megy. Vagy megpróbálok itt valahol átmászni, és akkor itt a prérin átvágni. És látjátok, itt van a töltés, most így csak elült talán visszamászni. És itt egész járhatónak tűnik, úgyhogy meddig lehet megyek rajta. És ez a másik irány. Hát ott meg kellett kerülni egy gazos rész, de végig is ki tudtam jönni ide a Szántóföldre, csak belvízon, úgyhogy... Hát nagyon a szélén kellett menni, hogy ne ázzon be a cipő. És akkor egy kicsit mesélek a történetéről, most úgy is elhérünk. Tehát, hogy igazából ez a Pécs-Harkány vonal része volt, és egészen ugye a horvát, azért ugye most már horvát oldalig, mert ezt mondom, kipuskázom, mert ezt nehogy aztán rosszul mondjam, tehát Donnyi Mihol Jacik épült ki, ez a horvát város neve, ameddig átment. Hát aztán lehet, hogy most rosszul ejtettem ki, mert ugye Horvátban nem vagyok annyira otthon. És 1912-ben adták át a vonalat, és igen, 23 kilós kisísinekkel, viszont 28 kilósokat is építettek be bizonyos helyekre, tehát pont itt Harkány környékén, meg ugye Pécs-Pellért között is ilyenek voltak. És akkor olyan sorsa az nagyjából ugyanaz lett, mint a többi ilyen vasútvonalnak, ugye a trianoni békeszerződés után ugye határon túlra került egy része, tehát onnan forgalom is megszűnt rajta, zsákvonalként ugye tovább működött Dráva Szabolcsig. De volt egy híd, itt a Dráva folyó felett volt egy híd,
ami ugye közúti vasúti vegyes híd volt, az megmaradt, ugye vasúti forgalom az már nem volt, de a híd megmaradt. Hát azt a második világháborúban megsemmisült, hogy véletlenül lebombázták. És onnastól kezdve nem építették újra, aki közúti híd az épült kicsivel később. És a megszűnése is tipikusnak mondható, 1968-as közlekedéspolitikai koncepció. Ugye a halálos ítéletet megkapta, és végül 1971-ben, július 1-ével, most puskáztam, ment el az utolsó vonat. Na, vagyis, hogy június 30-án elment az utolsó vonat, és július 1-ével lakat került a vonalra. Hát kicsivel később gondolom a csineket is felszedték, azt itt nem írja, hogy mikor. És még előtte megépült villánytól, ugye belemendig egy új vasútvonal, mert hogy a belemendi cementmű már akkor is nagy forgalmat bonyolított, vagyis hát akkor még nagy forgalmat bonyolított, ugye pont a néhány héttel korábban zárt be. És emiatt ugye szükséget a Pécs-Harkányvonal megszűnésével az kiesett volna, és csak a nagy kerülővel Selje felől lehetett volna kiszolgálni, az pedig akkor nem fért bele, tehát azzal a feltétellel egyeztek bele a megszüntetésbe, hogy épül villánytól belemendig egy összekötő vonal, ami meg is épült, és onnantól kezdve, hogy a 62-es vonal az már a Balcs villány volt, eredetileg ugye belemendig jártak a vonatok. De nyilván ott is volt Pélmonostól fele határátmenet, de ennek ugyanaz lett a sorsa, mint ennek a vonalnak. És egy állomás épület volt még talán a Szabolcsban, az úgy tudom, még most is megvan. Még ugli műhold képen láttam, meg fogjuk nézni. Illetve volt még egy megálló Drávaszabosnak a település kezdetén is, de az már akkoriban is csak táblás megállóhely volt. Hát arról biztos, hogy semmi nyomot nem fogok találni. Tehát valahol itt jött át a másik oldalra, itt jött a vasútvonal, és itt a kerékpárút az már ráépült. Hát így gyakorlatilag itt egyenesen tovább. És ha jól láttam, bár nem nézem az utcaképet végig, csak bele-bele nézegettem, akkor végig Drávaszabolcsig itt a bicikliút megvan, úgyhogy innestől kezdve sétagalop, ott azt a pár száz méternyi gazt leküzdítettem, és innestől kezdve meg más ima ügy. De majd, ha valami érdekeset látok, jelentkezek, bán valószínű, hogy itt már bármi lesz. De itt hát ez volt a töltés, az jól látszik. És már akkor is 1968-ban már volt közút mellette. És itt van egy kisebb híd, és még mindig a vasútvonalon vagyok. És erről is találtam fent egy pont a képet, sőt ott távolabb is van egy híd. De hát eddig igazából nyílegyenesen megy a közút mellett a vonal, hogy majd a következő érdekesség az majd a Lábaszabolcsban lesz. Az meg egy olyan még legalább 4 kilométer. Viszont a telep az könnyű ilyen viszonyok mellett, azt egy óra alatt le lehet sétálni kényelmes tempóba. És itt, ez biztos, hogy vasúti híd volt. Hát jó, nyilván már vasút vonalon megy, ez yeah, gyakorlatilag a pillérje meg a híd szerkezet, szerintem eredeti azt is kellett felújítani. De igen, itt jött a, ugye látszik a vasúti töltés, és innen még jobban, és hát igen, itt az egyik tipikus újrahasznosítása egy régi vasútvonalnak, hogy kerékpárút épült rá. Lassan Drávaszabolcson, és ezt nézzétek, itt van egy tájékoztató tábla a bicikliútra, amelyik a vasúti töltésre épült. És egészen ez átnyúlik bizony a horvát oldalra is. Egy csak ebben, na, jön egy biciklis, akkor majd később folytatom. Ugye, meg is mutatom közelebbről, hogy bizony ez a Siklósi vártól megy, és ugye itt van az a Donnyi. Elvileg ugye már schengeni határ van, tehát akár át is mehetnék, de most nem úgy készültem, de egyszer majd lehet, hogy biciklivel is eljövök ide. Csak ugye, hát nem tudom, hogy Pécstől, mert ugye Pécsig lehet tudom vonattal elhozni, és onnan még valahogy el kell jussak Harkányra, Siklósra vagy valahova. De egyébként itt jön, hogy Drávaszabolcs, Harkány, Siklós, és hát nem megy olyan helyre, ahol vonat is van. De ezt nézzétek. Bár itt lehet, hogy itt azért villany fel el lehet menni, nem tudom, ennek majd utána kell nézni. És igen, és itt megy tovább, bizony is. És itt volt egy táblás megállóhely, az elvileg mindjárt az ív után van. Nagyjából már megpróbálom belőni, mert GPS koordinátán van. Bizony, itt követi a vasútvonal, és bizony ez már Drávaszabolcs, ott van a lakott terület kezdetét jelző tábla. Tehát igen, itt volt egy táblás megállóhely, valahol ezen a részen,
Hát itt nagyjából szerintem itt a két fa között. Dráva Palkonya, Dráva Szabolcs volt a neve, amit igazából elég értetetlen, mert ugye Dráva Szabolcs az oké, az már itt van és ez a falu kezdete, de Dráva Palkonya az még ugye arrafele van és hát nem közel, nagyon messze van. Még Gordisa is közelebb van, ami a másik irányban lévő másik falu. Tehát hogy miért tették bele Dráva Palkonya nevét, azt igazából az így értetetlen, főleg hogy úgyse vezet arra. De hát mindegy, tehát itt volt egy egyszerű táblás megállóhely, nem volt épület se. És itt vannak a vonatpótlók. Bizony, itt a vonatpótló. Na, itt van a közelben Dráva Szabolcs állomás, és lehet, hogy ez maga tartozott ez az építmény. Hát nem tudom, hogy ez mi akarna lenni, akkor egyetlen használják-e valamire egyébként. Helyzet változatlan. Vasútvonal helyén kerékpárút, de már csak addig. Innest olyan a földutas szakasz. Mindjárt ezen a hídon át, és utána már úgy látom, hogy sima földút. Az egykori vasúti híd, amit a kerékpárút is használ, legalábbis a pilléjeit. Valószínűleg egyébként felújított, volt csak a két pillér maradt meg eredetibe. És látjátok, itt van a kerékpárút vége, a vasútvonal pedig arra ment tovább. De járható földútnak tűnik, úgyhogy megindulok előre rajta. Sőt, nem is ért véget a kerékpárút, mert itt is folytatódik. Csak egy... Hát illetve annyiban, hogy nem vezették át a közúton, azért tették ki valószínűleg a táblát, de itt már a kerékpárút kezdete, és bizony ez megy a határátkelőig. Meg nem majd, hogyha egyszer biciklivel járok el, de akkor áttekelek a másik oldalra is. Nézzétek, itt vagyunk a súti töltésen, és bizony innen már földút. Viszont járható, szóval nagy baj nincsen. Lehet tovább menni. És innen még, hát szerintem már nincs egy kilométer. Még mindig a vasútvonal mellett, de ezt nézzétek, itt méhek vannak. Viszont szerintem nem erre repülnek, úgyhogy mehetünk nyugodtan. Ah, kint is van a tábla. Hát jó, hát hogyha nem erre repülnek ki, akkor itt át tudok haladni. Nem, már lassan tavasz van, és ilyenkor most jó idő is, tehát ilyenkor mi feléledhetnek. Már azt hiszem, még az aktív munkát nem kezdték el. Úgyhogy... Mindegy, hogyha látom, hogy mozgolódnak, akkor visszavonulót fújok, és valahogy kerülni fogok, de... De egyébként úgy látom, hogy semmi. Hát, kilábatlankodott itt. És ezt nézzétek. Még mindig a vasútvonal mentén, és prímán járható földút. És itt is volt egy vasúti híd, vagy átevesz, csak akkora dzsumbúj van, hogy nem tudok lemenni megnézni oldalról is, de itt van. Hát ennyire lehet ott megnézni, és a korlátja már nincs meg. Na, hát itt a vasút van, és ismét visszatért a bicikli út. Hát akkor könnyült egy kicsit a telepben, azon a földúton se volt semmi nehézség adásban, és akkor így tovább. És már lassan az egykori állomás területén vagyunk egyébként. Fentől pontul, amikor a képek készültek, akkor is több teherkocsi volt bent, tehát valószínűleg egy darabig azért volt itt elforgalom. Mert ugye a közlekedés politikai koncepcióban vizsgálták ugye külön-külön is, hogy személyforgalom és teherforgalom. És hogy mind a kettőre volt egy mérőszám, hogy mennyi az elvárt minimum. És hogyha azt valamelyiknél nem teljesült, akkor vizsgálták, hogy megszüntethető-e. Tehát még olyan is lehet, hogy a teherforgalom felette volt, de a személyforgalom nem, és mégis és kimondták le is halálos ítéletet. Meg a fordítottja is, ahol például a személyforgalom az messze felülmúlta az elvárt minimumot, ilyen volt például a Veszprém-Alsóvesi, de a teherforgalom az meg alatta maradt. És emiatt is ki lehetett rá mondani, hogy meg lehet szüntetni. Meg nyilván azért meg vizsgáltak ilyen dolgokat is, csak hát nem kellő alapossággal, mint azért utólag ezt már ugye többen is elismerték, hogy azért volt a hibái koncepciónak, még hogyha az elgondolás alapvetően az jó is volt, a közúti szállítást azt vonják be jobban
áruszállításba, mert ugye akkoriban azért akkora igények voltak, amiket a MÁV már nem tudott teljesíteni. Tehát azért vizsgáltak ilyen szempontokat is, hogy például a közúton mennyire könnyen lehet kiváltani, és hát volt, ahol azért hagyták meg a vasutat, mert hogy közúti kiváltás többe került volna, aztán volt a persze, se volt akadály, ugye is Péter Eszéva a Sövesen, az például nagyon jó példa erre, hogy a közúti forgalom átterelés az drágább volt, mint hogy felújították volna a vasúton alatt, de hát ugye ott más érdekek is voltak, amik ugye a vasút ellen szóltak, de volt, ahol ugye ez mentette meg. Hát és azért lássuk be ennél a vonalnál, ez abszolút nem lett szempont, mert a közút az már akkor is megvolt, ráadásul a vasútvonal mellett haladt, és valószínűleg a teherforgalom sem volt akkora, hogy ne lehetett volna ugye kiváltani egyszerűen a már egyébként is meglévő közúton. És hát hogyha a Pécs-Harkány vonal sem kerülhette el a sorsát, akkor ez a kis rövid zsákvonal se. És hát akkoriban nem voltak még ilyen terek, azok még álomban se, hogy esetleg ezért ismét helyreállítják a határforgalmat, és akkor hát nem tudom, hogy a másik oldalt mennyire működik a vasútvonal, vagy meg mennyire nem. És itt van az egykori állomás, hát itt már nyilván a bicikliút nem követi teljesen a nyomvonalat, de ez volt, itt volt ez az állomásépület, és itt jól emlékszem a fentről pontos képre, itt három vágány volt, meg volt egy iparvágány, amelyik elkanyarodott így a másik irányba, tehát itt balfele. És meg volt a csonkája a dráváig tartónak is. Ugye még talán a hídból is akkor még voltak pillér maradványok. Hát megnézem majd, úgy arrafele megyek, de szerintem meg imán fog találni. De ez itt maga az állomás épület. Itt vannak a melléképületek. Ugye ott van egy oldalrakoló, meg egy áruraktár. És ez volt maga a felvétel épület. Ez szépen fel van újítva. Valószínűleg lakott, és igen, mert autó is van, tehát valószínűleg lakott. És itt van a másik oldal, úgyhogy itt voltak a vágányok, itt jöttek tovább, és bizony itt volt egy iparvágány, ott arra fel, nagyjából ott, ahol a közút elfordul. Volt egy telephely, amit kiszolgáltak innen, és ugye arra fele ment még tovább, ott volt a Dráva folyón a híd, és az ment ugye a horvát oldalig tovább. Ez pedig itt egy kerekes kút volt, de még ez is az állomáshoz tartozott. De ez még lehet, hogy meg is van ez a kerekes kút. Csak ugye már nincs rajta. Hát megvan ez még. Én bizony itt jött a vasútvonal tovább, és folytatódik a kerékpárút errefele, úgyhogy ezt megint csak sima ügy lesz bejárni. Látok, hogy itt. És itt volt egy kiágazás, itt, hát ebbe a telephelyre, ami ugye most is egy zárt telephely, tehát ezt egykor kiszolgálták vasúton, ameddig volt. És nagyjából ez az a töltés, ami tovább ment. És hát az egészen a folyópartig tart. Ott a határig elsétálok, hát most lehet, hogy egyszer majd átmegyek a túloldalra, és majd ott is elmegyek a vasútállomásig. De hát az nem most lesz, hát azt majd biciklivel egyszer ezt a siklósig, ezt a távot, ezt mondjuk le lehetne egyszer tekerni. Csak ugye az eljutás az, ami itt nem mondjuk, hát Pécsről ugye Pellérdig van bicikli út, de onnan még vagy 20 km Harkány. De hát majd ezt, csak azt meg kell tervezni előre, mert ezt azért nem lehet csak úgy, hogy gondolok egyet, aztán jövök. És bizony itt a kerékpárút, és mindig a töltéssel vagyunk, és hát látjátok, sok fel lehet itt még menni. Egy siklós is csak 11 km-re van. És errefele megy tovább a kerékpárút, itt a gátnak a tetején. És egyébként a másik irányba is egy hosszú biciklizút van, csak hát most azzal sem megyek semmire, mert hiába mennék el arra, de ha majd egyszer biciklivel jövök elni, akkor ezt megcsinálom, ezt a nagy kört. És itt megyünk tovább a töltésen. Hát ez vezetett a Drávához, és hát talán hírmaradványokat még fogok találni. Hát most van időm, megnézem, mert ráadásul csak 16 órakor jön busz, az meg még 4 óra múlva lesz, tehát még az is lehet, hogy inkább visszasétálok Harkányba, mert onnan azért hamarabb is lesz. Hát ez majd kiderül. És igen, itt látjátok a híd pillért mind a két oldalon, és hát gondolom, hogy ez lehet itt a Dráva, mert más folyó a környéken nincsen. Hát
Na, megpróbálok ide lemászni. Itt van az egyik pillér, és ott szemben a másik. Ez ennél ma is... És valahol a határ túloldalán kezdődik Horvátország. Igazából még most az se baj, hogyha véletlenül csámborgok a határon, mert ugye most már január 1-e óta Schengen, úgyhogy tényleg minden különösebb probléma nélkül át lehetne menni. De itt úgy elvészel, hogy maga a folyó a határ. Tehát itt ha akarné, se tudnék átmenni. De hát ennyi maradt a hídból, itt egykor itt ment át a vasút, hát ezt ugye második világháborúban semmisült meg ez a híd, tehát ugye nem volt már rajta forgalom 1920 óta, de a híd az még állt. Valahol a kép a vasútállomások ponton találtam, majd szerintem bevágom ide. És hát akkor miután a térképet is megnéztem, ez a fekete víz, ez még nem a Dráva. A Dráva az egy egyel arrébb van. Megnézem azt is, de itt kerülni kell, mert most itt el kell menni a közútig, ami körülbelül 1 kilométer, és akkor gondolom ott van híd, ott át tudok menni. És akkor utána a túloldalt. De az a híd az valóban a vasútvonalé volt. De valószínűleg akkor lesz még 2 híd pillér a Drávánál is. Látjátok, ez itt a Dráva és itt a közúti híd. És a maga a folyó a határ, tehát a túloldalt az már Horvátország. És hát igen, azért a Dráva szélesebb. Hát ezt benéztem, de hát így jár, aki nem nézi meg a térképet, mielőtt felveszi a snittet. De hát most már ezt is tudjuk, ez itt a Dráva, és a vasúti híd az valahol a marrébb volt. Hát nem tudom, hogy el lehet-e addig menni, most itt megpróbálok átmenni a hídnak a túloldalára. Ugye a határátkelő az ott van arrébb, tehát itt már ez le is van zárva, hogy nem lehet felmenni, viszont ugye... De hát már Schengeni határ van, úgyhogy itt akkor sem lenne probléma, hogy itt mászkálnék, hogyha itt lenne a határvonal valahol, de... Ja, hát akkor meg rendje kéne határkőnek is. Hát megnézem a híd túloldalát, hogy látszik-e valahol pillér maradvány. Itt megvan egy ilyen hely, az lehet, hogy itt a hídőr lehetett itt egykor, sőt lehet, hogy most is vannak itt. Itt viszont el lehet menni a Dráváig. Viszont jó a kilátás, és valahol arrafele volt még messzebb az egykori vasúti híd, de szerintem addig nem tudok elmenni. Azért még megpróbálom, még ránézek a Google-nak a műholdas képére, mert ott a nyomvonal az kivehető. Valahol itt kellett lennie a hídnak, hát, de hát látjátok, hogy semmi nem maradt belőle. Ugye arrafele még talán el lehet menni, de szerintem sok értelme nincsen azért majd mi... Tehát nem fogok ott már semmit találni, és ráadásul meg most átjelentkezett a telefon a horvát hálózatra. De hát végül is ugye EU ország, tehát nem probléma. Hát ez meg... Hát igen, ez a Drávának az átele. Tehát ha valahol volt pillér, akkor annak itt kellett lennie. De hát így szőrén szállán eltűnt, és egyébként a fentről.hu-n se tudtam kivenni, bár ott ugye eléggé pixeles kép van. 1968-ból nem készült nagyobb felbontású kép, amire jobban bele lehetett volna nagyítani. Úgyhogy ez nagyjából ennyi, hát a vasúti híd felkutatása az egy eredménytelen volt. Tehát vagy már nem létezik, vagy én nem vettem észre itt sehol. Úgyhogy szerintem ez a videó ez majd ennyi lesz, itt már túl sok látnivaló nincsen. De köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, aztán majd lesz vonalbejárós videó. Mivel egyébként jövő héten is készül egy nagyobb projekt, ami ugye már egy ideje tervben van, és most végre sikerül, mert most van az, amikor minden összeállt hozzá, hogy ezt ezért kivitelezni lehessen. De hát azt majd mindent a maga idejébe. Szóval van, amikor itt több videó összegyűlnék, de hát most, hogyha kiraknék egyszerre 10 ömletre, akkor ugye nem nézné meg szerintem. Több szinte senki egyszerre mindet. Hát annak is sok értelme nincsen, meg hát akkor most egyszerre kimegy 20 videó, aztán meg utána hetekig semmi. Tehát azért jobb azt osztva csinálni, hogy még naponta egyet, maximum 2. Viszont így is van, meg vannak olyanok, amik ilyen nem túl érdekesek. Csak ilyen maximum ilyen néhány perces littek, azok meg ugye azok ilyen uvalka szezonra vannak tartogatva, hogy amikor éppen más téma nincsen, vagy éppen nem videózok, mert nem érek rá, akkor is holt időt azzal ki lehet egy adabig tölteni, hogy egy-két ilyet kirakok.
Ugye most is ezért találtam, miközben az archív anyagokat túltam át és elejteztem, mert hogy elég sok összejött, és előkerült egy régi vinyó, amit másra kéne használni, és azon voltak ilyen még 10 évvel ezelőtti archívképek, meg ugye, programok, meg videók, és aztán kimazsoláztam egy párat, ami úgy használható valamire, és hát akkor azokat is ezért levendeleltem, valamelyiket feliskálláztam, hogy akkor ugye a YouTube jobb minőségben rakja föl, meg ezért kivágtam alól a nem jól sikerült hangot, például ilyen is van. És hát azokat majd idővel lehet, hogy kiteszem, de az is lehet, hogy nem, mert igazából túl sok érdekesség nincs benne. Úgyhogy ez ennyi lett volna, innen a dráva általéből akkor búcsúzok, és majd a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Hát a menetrend az mondhatni nem épp kínálati. Nézzétek meg például, Matyra és Siklósra speciál semmi nem megy hétvégén. De Harkányban is csak 3 busz, tehát azért... Ez azért messze van az ideálistól. Hát most vagy 3 órát várok, vagy sétálok 5 kilométert, szerintem sétálni fogok 5 kilométert, az még lassú tempóba is, még nagyon-nagyon csoszogós tempóba is 2 óra alatt meg lehet csinálni, úgyhogy nem egy nagy dolog. Hát itt meg egy hirdetőtábla, már ez sem nagyon van. Rából vidéken azért még nem kopott ki mindenhol. Vagy ilyenközi érdekű cuccokat tekinteni, és ott szemben meg azt hiszem az önkormányzat épülete. Egy tanácsháza, ugye? Hát, ennyi. Hát nem egy nagy világváros, az tény rá a Szabolcs. De hát menjünk tovább. Én visszasétálok Harkányra szerintem, aztán Harkányból már azért sűrűbben van busz Pécsre.